Radnóti Miklós Tétova úrnak. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, csupán a lényeget, de nyüzsgő és áradó volt bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csillagház. A holtól címos én mozdul fejem fölött, zizzenbe röpelő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozó, óvó tekintetet érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, feletlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szóversenben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, és én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukorbalag az asztalon, és csöpjen hullam érznek, mint színarany bolyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled ér, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jött egy levár. Az álom bulyogó sötétje megmerint, elszáll majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felémint, hajad kibomlik szétterül lobogva, s elalszol. Pillant hosszú álmélettel, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa el, de benned alszom én is, nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hős tenyeredben. Első körben szeretném feltérképezni, hogy ki az, aki itt volt novemberben az első hasonló témájú alkalmunkon. Köszönöm szépen. Remélem, hogy azok számára is értető lesz azért a téma, akik akkor nem voltak jelen. Viszont olyan sok kérdés maradt, hogy úgy terveztük, hogy mindenképp jól lenne még egyszer találkozni, azért alakult ez a mai alkalom. A kicsit provokatív cím pedig azért született, hogy felkeltse az érdeklődést és a figyelmet,
majd el fogom mondani, hogy miért ez a cím. Remélem, hogy senkiben nem okozott túlzott feszültséget, ez az old school szó. A lényeg alul van, az lenne a cél, hogy a gyökerekhez visszataláljunk, vagy megvizsgáljuk, hogy tulajdonképpen mi a Bibliának az alapvető autentikus tanítása a szerelemről, és nem titkolt cél az is, hogy minél több olyan személyes tapasztalatot tudjunk összehordani, ami segíti kinek-kinek azt, hogy tudjon találkozni önmagával a kérdéssel, és hogy kaphasson akár válaszokat, impulzusokat, vagy megoszthassa mindazon élményeit, gondolatait, vagy akár konkrét kérdéseit is, amik felmerülnek a témával kapcsolatban. Várok is a kérdéseket, hogyha vannak még a kinti dobozban. Tehát most előre bátorítok mindenkit, ha van konkrét kérdése, azzal tudja alakítani majd a délutáni témánkat is. A szerelem valóban a legmélyebb, kizárólagos emberi érzés, amit csupán egy ember felé érzünk? Ezt a kérdést magamnak tettem fel. És én azt gondolom, hogy a válasz igen, érzünk egy ember felé, aztán megint egy ember felé, és megint egy ember felé. Tehát én azt figyeltem meg, hogy a szerelem általában egyszerre kizárólagos, de a tárgya az lehet egy életút során több személy is. És a következő kérdésem, ez megint egy ilyen, hogy is mondjam, olyan kérdés, amire várnám a válaszokat. Ki az, aki már többször is volt szerelmes életében? Kérem a kezeket feltenni. Aki már többször is volt. Bátortalanok vagytok, köszönöm szépen. Köszönöm, aki magasabbra emelte kezét. És ezt a kérdést most nem kell megválaszolni, de hogyha feltenném a kérdést, hogy ki az, aki meg tudja válaszolni, hogy mi az a szerelem, ugye erről rengeteg ember írt, rengeteg dolgot, most pont hallottunk egy Tétova ódát Radnótitól, de ez az a kérdés, ami szerintem a legtöbb embert foglalkoztatja, ez a kérdés, ami a legtöbb nyomot hagyott a történelemben, az emberi életekben, és nem is könnyű egyértelműen válaszolni, én sem kísérlem meg, hogy teljesítőkű választ adjak rá. De azért, mivel a szakterületem a szenvedélybetegségek területe, van egy külön csoport, akit úgy hívnak, hogy szerelemfüggők, love addict angolul. Tehát vannak emberek, nem is kevesen, lehet, hogy mi is voltunk esetenként ilyen állapotban, amikor a szerelembe vagyunk szerelmesek. Amikor szeretnénk ezt az érzést megtapasztalni, és annyira vágyunk arra, hogy megtaláljuk, hogy sokszor mindent elkövetünk, hogy ezt átélhessük. És persze egy másik kérdés lehet, mivel itt egy páran feltettétek a kezeteket, hogy akár már többször is voltatok szerelmesek, talán úgy módosítom a kérdést, hogy az igaz szerelem az egy olyan dolog, ami elmúlik, vagy egy olyan dolog, ami tartós. Költői a kérdés. Szeretném azt hinni, és gondolom mindannyian szeretnénk azt hinni, hogy van olyan szerelem, ami időtálló, ami kibírja a konfliktusokat, az életviharait, a nehézségeket, a csalódásokat, és ami hosszan tart, amire lehet építeni. Ezzel kapcsolatban hoztam egy igét Énekek énekéből, szerintem sokan ismeritek, és a tűzről szerintem már tudjátok is, mire gondolok. A 8. fejezet 6. versenek az eleje, illetve a 2. része azt mondja, hogy erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, egy érdekes kép. Lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Tehát azt mondja az igazi szeretetről vagy szerelemről Énekek éneke, ez olyan biztos, mint a halál, mint az, hogy az élet is elmúlik, viszont a lángjai olyanok, amiket az Úr táplál, és ezek nem akármilyen lángok, mert a folytatásban azt olvassuk, hogy sok vizek el nem tudják oltani ezt a szeretetet. És a folyóvizek sem tudják elborítani. Tehát egy olyan fajta szeretetről beszél Énekek éneke, ugye ami egy szerelmes költemény, egy olyan fajta szerelmet ír le, ami biztos, ami eloldhatatlan. És ami azt gondolom mindannyiunk vágya is. Ezzel szemben a statisztikai hivatal adatait szeretném idézni nektek, hogy milyen az emberi szerelem, mennyire biztos, mennyire stabil, mennyire áll biztos lábakon. Nem tudom, tudjátok, hogy mik a válaszi statisztikák ma Magyarországon. Hogy 100 emberből, vagy 100 házasságkötésből hány az, ami felbomlik? 50, 60, 70. A 70-et még azért nem érte el. A legrosszabb év az 2010 volt, itt 67%-os volt a válási arány, tehát 100 emberből 67
kilépett a házasságból. Ez elég elszomorító, nem? És én azt gondolom, hogy senki nem úgy lép az oltár elé, vagy az annak könyvezető elé, hogy jó, hát ha nem működik, akkor legfeljebb elválunk. Vagy kevesen vannak, akik így gondolkodnak. Egyébként soha nem volt még ennyi korábban. Egy 2 évvel későbbi adat az kicsit javuló tendenciát mutatott, de még itt is 60% a válási arány. És én elosztottam ezt 365-tel, ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta, hogy a szombaton, vasárnapon is a bíróságok működnének, naponta átlagosan 60 válás van Magyarországon. Az sok, nem? Gondoljatok bele. De mondok egy szomorúbb dolgot, találtam egy amerikai adatot arra nézve, és ez nagyon érdekelt engem, hogy a hívő emberek, a hívő házasságkötések közül hány végződik válással. Mert mondhatnánk azt, hogy ha hívő emberek kötnek házasságot a Jóisten színe előtt, azért ott jobbnak kell lenni az aránynak, nem? A Barna Research Group végzett egy kutatást amerikai keresztények körében, és azt mondja a kutatás, hogy a válások aránya azonos. A hívők 35%-a már felbontotta egyszer Frigyét, és csak 1% eltérés van a megtérés előtt és után megszüntetett házasságok között. Elég szomorú adat. A keresztények több mint fele megengedhetőnek tartja a házasságtörés oka nélküli válást. Tehát olyan esetben is elválnak egymástól keresztény emberek, hogyha nem volt házasságtörés, ha nincs egy harmadik fél a kapcsolatban. A felmérés szerint, ez is egy érdekes gondolat, akkor van esély a szomorú statisztika megfordítására, ha a fiatalabb generációk, ezek lennétek ti, ezek vagyunk mi, elfogadják az erkölcsi igazságokat és bűnbánatra jutnak. Ezért szeretném, hogyha kicsit megiskálnánk a gyökereket, ha visszatérnénk, ezért volt az Old School cím is. Mert ez szomorú, nem? Én azt vártam volna, hogy a hívők közötti statisztika az mindenképp egy jobb arányt fog mutatni, de sajnos az adatok azt mondhatják, hogy nem feltétlenül van így. Ami érdekes, hogy mi a válás legfőbb oka. Mert nem feltétlenül a hívők közül, ez a statisztika hivatalnak az adata. A két legfőbb válók, de vannak mások is, a megcsalás, félrelépés, hűtlenség, illetve szakterület az alkoholizmusról eredő problémák. Erről tudnék sokat mesélni, de én most az elsőről szeretnék. Mert ez az adat azt mondja, illetve ez a kijelentés, hogy a legfőbb válók az, hogy az egyik fél kiszeret a másikból, és keres magának egy másik embert. Egy másik érdekes adat, aztán többet nem terhelek titeket ezekkel, hogy az első házasságba lépők átlag életkora folyamatosan nő. Ez férfiak esetében 33 év, nők esetében 30 év. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek félnek a házasságkötéstől. Félnek elköteleződni, és ezt nem is teszik meg a 30 éves koruk előtt általában. Nem tudom, ti hogy vagytok, mikor szeretnétek férhez menni vagy nősülni. Az persze nem baj, hogyha valaki megérik erre az eseményre, mert ez egy nagyon fontos döntés, egy fontos lépés. A statisztika az hát elgondolkodtató is. Nyilván lehet erről is beszélgetni, kinek még a tapasztalatai, gondolatai. Találtam egy érdekes kritikai videót a YouTube-on, ahol egy hát provokatív fiatalember azt mondta, hogy beszélgetett több ifjúsági csoportba járó keresztény fiatallal, és megpróbálta felmérni azt, hogy miért járnak a fiatalok ifjúsági alkalmakra. És azt mondta, hogy a következő eredményre jutott, a saját felmérésében, 85% többet akar megtanulni Istenről, legalábbis ezt mondja. Én többet szeretnék Istenről megtanulni, 10% találkozni akar barátokkal, és 5% szeretne egy jót tenni. Most szeretnék egy közvélemény kutatást tenni, és nagyon szépen kérem, hogy most mindenki csukja be a szemét, a kamera az csak maradjon rajtam, így van, ne pásztasszon a teremben. Ha csukott szemek vannak, akkor teszem föl a kérdést. Jó, mindenki csukja be a szemét, hogy ne befolyásoljanak a többi fiatalok. Vagy nézze a mennyezetet. Az a kérdésem, hogy tegye föl, legyen szíves az a kezét, aki ment már azért ifjúsági alkalomra, hogy barátot vagy barátnőt találjon magának. Akinek volt már olyan motiváció, hogy szeretné megtalálni a társamat, és azért megyek egy ifjúsági alkalomra, hogy potenciális emberekkel találkozhassam. Magasra kérem a kezeket, jó, senki nem látja, csak én. Köszönöm szépen. Nyissátok ki a szemeteket, nem mondom el az eredményt, le lehet tenni a kezeket, köszönöm. Na, az a fiatalember azt mondta, hogy szerinte a valóság a következő, miért járnak a fiatalok ifjúsági alkalomra, ő azt mondta, hogy 95% szerezni akar egy barátot vagy barátnőt, és 5% szeretne egy jót enni. De ez nyilván túlzás, és az arányok most nem ezt mutatták, ezt csak visszajelzem, hogy
mondjuk úgy 30-40% volt a készfeltevők aránya, a nem készfeltevőkhöz képest. Szerintem ezzel semmi baj nincsen. Én örülök annak, hogyha egy fiatal azért megy el egy keresztény ifjúsági alkalomra, mert szeretne megismerkedni akár az ellenkező nemű társai közül egy olyan személlyel, akivel akár összekötheti az életét. Szerintem ez, ahogy mondtam, önmagában még nem probléma. A kérdés számomra inkább az, hogy mennyire vagyok felkészülve egy valódi elkötelezettséggel, egy kölcsönösséggel, egy igazi szeretettel járó párkapcsolatra. Ennek az összetevőit szeretném, hogyha megvizsgálnánk. Nem tudom, ki ismeri a Szeretett művészete című könyvet, Erik Fromm a szerző. Ő a következőket mondta, művészete a szeretet. Ha igen, akkor tudást, erőfeszítést igényel. Vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni vaksors műve, olyas művőbe az ember, ha szerencsés, beleesik? Hogyan történik akár a szerelembe esés? Ahhoz, hogy szerelembe esünk, ahhoz nekünk kell komoly erőfeszítéseket tenni? Nem tudom, ki mit tapasztal. Kemény munka volt beleszeretni valakibe? Általában nem, ugye? Megtörténik velünk. Megtalálunk egy olyan személyt, aki kedves számunkra, akibe esetleg belevetítünk ezt, azt, amazt, vagy tényleg megismerjük és megszeretjük. Ez még önmagában nem egy olyan kemény munka. De azt is megkérdezhetném, hogy ki az, aki már legalább 10 éve élt párkapcsolatban, vagy csak 3, vagy csak 2. És ki az, akinek már volt a jelenlévő házasok közül dolga azzal, meg kellett küzdeni azért, hogy szeretni tudja a másikat, aki mellett elköteleződött. Mert beleesni mindig könnyebb, én azt gondolom, mint építeni, mint kiteljesedni, mint valóban megalapozni egy stabil és jó kapcsolatot. Azt mondja Erik Fromm, szeretni művészet. Ez egy szép kifejezés szerintem. Szeretni művészet, ahogy élni is művészet. Ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani. Legyen az zene, festészet, ácsmesterség, orvosi vagy mérnöki tudomány. Érdekes hasonlat. És azt is mondja Erik Fromm, szerintem ez egyik legfontosabb gondolata, hogy az ember akkor válik emberré, valóban emberré, ha megtanul szeretni. És szerintem az az ember képes egy elkötelezett valódi párkapcsolatra, aki már tud szeretni. Aki ebben a folyamatban előre haladt annyira, hogy képes valóban adni, és képes valóban elfogadni. Képes arra a kölcsönösségre, képes arra a kiteljesedésre, ami egy szerelemmel, egy párkapcsolatban igenis ott van elrejtve lehetőségként. Egy másik önvizsgálati kérdés. Ki az, aki okozott már sérülést valakinek szerelem címszó alatt? Kezeket kérek feltenni. Ki az, aki okozott másnak fájdalmat, vagy okozott olyan törést mások életében, olyan sebeket, amik lassan gyógyultak? Köszönöm. Fordítsuk meg. Ki az, akinek okoztak már sérülést azzal egy párkapcsolatban, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy tervezte, és a másik fél másként viselkedett vele. Más történt, mint amit várt. Köszönöm szépen. Akkor az a téma érint minket, azt gondolom. És fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon nem ezért tér vissza énekek, ha már idéztük egyszer, 3-szor is arra az óvásra, hogy ne keltsük fel idő előtt a szerelmet. Ismeritek ezt az igét az Énekek énekéből? Minden ifjúsági alkalommal el szokott hangzani szerintem. Így szól. Ezek a közös elemek. Kényszerítelek titeket, fel ne keltsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg nem akarja. Ez azt jelenti, hogy a szerelem az felkelthető, felserkenthető. Viszonylag könnyen. Nem nehéz szerelembe esni. De könnyű sérüléseket összedni és sérüléseket adni másoknak. Mi lesz akkor, ha idő előtt ébresztem fel? Milyen következményei lehetnek mindennek? Mi lesz akkor, ha fölébred a szerelem, a másik kilép belőle, a kapcsolatból, és nem tudom elengedni a másikat. A szenvedélybetegek között dolgozom most már körülbelül 9 éve, és van egy olyan megfigyelésem, amit én elég megdöbbenve vettem tudomásul. Ez az volt, hogy a szenvedélybetegek között a visszaesés az általában megtörténik, nem ritka, de az volt az egyik szomorú tapasztalatom, hogy a visszaesések 99%-a az a betegebb működő kapcsolatok miatt történik. Nagy része a betegebb működő párkapcsolatok miatt.
Aztán volt egy másik elgondolkodható dolog, ezt talán többen ismeritek Wolfgang Kübel nevét. Ő volt, aki bennünket összeadott Boglárkával. Őnek az volt a tanács, hogy megjegyeztem, hát ha ti is megjegyzitek. Persze lehet, hogy sokat nem lesz egy túl kellemes hír. Ő azt mondta, hogy 25 éves kor alatt senkinek nem javasolja azt, hogy elkötelezze magát egy párkapcsolatban. Mert azt látja, hogy 25 éves kor alatt a személyiség még nincsen azon az érettségi szinten, hogy valaki egy elkötelezett párkapcsolatot tudjon létesíteni valakivel. Ha meg nem elkötelezett, akkor minek elkezdeni, abból csak sérülés lesz. Ezt Wolfgang mondta, nem kell vele egyetérteni, meg én hiszek abban, hogy valaki előbb is megérhet egy párkapcsolatra. Azt tudom, hogy én 22 és fél éves voltam, amikor elkezdtem ott vonulni a feleségemnek, és nem voltam még elég érett hozzá. Majd erről mesélek egy pár gondolatot. Megvizsgáltam azt, hogy milyen motivációk lehetnek egy párkapcsolathoz, korán sem a teljesség igényével. Egy párat összeszedtem, és azt gondolom, hogy egy-kettőben talán magatokra ismerhettek. Ezek mind-mind rossz motivációk. Sok fiatal, akár felnőtt ember lép bele úgy párkapcsolatokba, hogy a motivációk a következők. Olyan jó lenne járni valakivel. Olyan jó lenne megtalálni a társamat. Úgy vágyom arra, hogy valakinek a vállára hajthassam a fejemet, valaki megöleljen, valakivel összekapcsolódjunk. Ciki, hogy még nincs senki. Már minden barátomnak, barátnőmnek vannak kapcsolatai, én egyedül vagyok. Ez tényleg már olyan gáz, és valamit kéne tennem, hogy ez ne így maradjon. Olyan fél embernek érzem magam. Valami nem stimmel, és jó lenne megtalálni a másik felemet, és akkor majd ketten összekapcsolódunk. Egyébként a társfüggőségnek is az az alapja általában, már azt mondják a szakemberek, hogy a párkapcsolat az nem összeadás. Tehát nem úgy működik egy párkapcsolat, hogy fél meg fél egyenlő egy egész, hanem a párkapcsolat az inkább szorzás. És a félszer fél az mennyi lesz? Az 0,25. Tehát ha valaki így ugrik bele egy kapcsolatba, az szinte biztos, hogy kevesebb lesz, amikor ki tud lépni belőle. És talán ebben vannak is tapasztalataitok. Aztán, ez sem ritka, el akarok menekülni otthonról, mindenhol jobb, mint ott. És egy párkapcsolatban biztos, hogy majd ki fogok teljesedni. De hát azt gondolom, hogy aki menekül otthonról, aki eleve tele van frusztrációkkal, és egy kapcsolatból szeretne valami teljességet, valami egészségesebb körülményrendszerben megélni valamiféle kiteljesedést, az nagyon nagy csapdának van kitéve. Aztán azt mondta, hogy szeret. Ezt eddig még nem sokszor hallottam. Én úgysem tudom elfogadni magam, de a másik igen. Amikor a motivációm az, hogy én nem vagyok képes arra, hogy azt higgyem, hogy én egy értékes, szerethető valaki vagyok. Nincs egy egészséges én képem. Nem látom magamat úgy, ahogy Isten lát engem. Nem látom a lehetőségeket, és egy másik ember szeretetéből szeretnék valamit felépíteni. Ha valaki így lép bele egy párkapcsolatba, az sem fog túl jó véget érni. Aztán a megmentő attitűd. Látom, hogy a másik bajban van. És majd az én szeretetem által megváltozik. Rárepülök a másikra. Mert elég erősnek, elég stabilnak érzem magam ahhoz, hogy valakit kimentsek akár a mélységeiből. Beleszerelmesedem. Vagy akár pont abba szeretek bele, hogy olyan segítségre szoruló. És elkezdek atyáskodni, vagy anyáskodni felette. Ez már eleve nem egy egyenrangú egészséges kapcsolatot előjelez. És lehetne még nagyon sok ilyen motivációról beszélni, vagy beszélgetni, meghagyom ezt majd a következő órára. Aztán kerestem hazugságokat is, amiket megfigyeltem kapcsolatokban, megint nem a teljesség igénye nélkül. Szeretni könnyű. Amíg szerelmes vagyok, addig ezt szoktam gondolni. Az első hetekben, hónapokban. Mert szeretni nem könnyű. A szeretet megtanulása, és szeretni egy embert elkötelezetten, teljesen beletéve magam, áldozatokat is vállalva, lemondásokkal, csalódásokkal. Ez egy küzdelem, nem könnyű dolog. Én hiszem azt, hogy a Jóisten egy iskolába rakott bennünket itt a Föld nevű bolygón, ami arról szól, hogy tanuljuk a szeretetet. És hiszem, hogy azért adott mellénk társakat is, akár barátokat is, akár egy élettársat, egy feleséget vagy férjet. Mert velük lehet a legjobban, a legintenzívebben tanulni, hogy mit jelent szeretni, mit jelent jó szeretni. Ez is egy hazugság. Ha mégsem megy, akkor nem szabad erőltetni. Csak káposzta jó felmelegítve, nem tudom, ti hallottatok már ezt a mondást, és ami kihűlt, ami tönkrement, azt ki kell dobni, odaadni a kutyának, és keresni valami mást.
Nagyon sok ember működik így. Ezért van a legtöbb válás. Mert nem akarnak erőfeszítéseket tenni. Ha valami elmúlt, ugye hogyan működik az ilyen típusú kapcsolat? Érzés alapon, ösztön alapon. Ha nincs érzés, akkor az már nem is szerelem. Mert a szerelem az a legtöbb embernél egy érzés. Én meg hiszem azt, hogy a szerelem mögött van egy döntés is. És hogyha az érzés nem olyan meleg, vagy nem olyan intenzív, vagy nem olyan mély, az nem azt kell, hogy jelentse, hogy akkor kilépek abból a kapcsolatból. Hanem akkor meg kell vizsgálnom az okokat. Miért hűlt ki? Miért változott meg? Hol a hiba? Biztos, hogy a másikban, vagy a másik magatartásában? Próbálkozz nyugodtan. Lép bele egyik kapcsolatból a másikból a harmadikba, lehet szállni világról virágra, előbb-utóbb majd úgyis megtalálod az igazit. Próbálj ki minél több embert, és majd, amikor az igazi ott van, akkor fel fogod ismerni. Kérdés, hogy ennek a magatartásnak vannak-e, és ha vannak, milyen veszélyei vannak. Alapból én rendben vagyok, úgy gondolom. Csak a másik a túlérzékeny, a túlbeteg, a túlegoista. Tehát nem velem van a gond, nem nekem kéne változnom, hanem a másik embernek, és valahogy eddig nem jókat találtam. De aztán megyek is tovább, keresek. Vagy ha másik változna, akkor nekem is könnyebb lenne. És amikor a másikra fókuszálva próbálok valami előrelépést tenni ezen a területen, az mindig egy komoly veszélyforrás. Egy másik fontos gondolat, ezt Ellen White írtam, az Isten az legközelebb álló, a legbölcsebb és a legerősebb embert is a párkapcsolata területén tudta Sátán elejteni. Ott van Ádám, Salamon és Sámson. Mondhatnák a franciák legyet, hogy cherchez la femme, ugye keresd a nőt, de itt nem azt akarom mondani, hogy a nők a veszélyforrások, mert ugyanígy a férfiakat is lehetne jelezni, mint problémaforrás. De amit mutat ez az idézet, az az, hogy a párkapcsolat az egy olyan terület, ahol a leginkább sebezhetőek vagyunk. Épp ezért nem egy jelentéktelen kérdés, hogy hogyan alapozzuk meg magunkban azt, hogy milyen társaja válunk mi majd a későbbi feleségünknek, férjünknek, vagy ha most már párkapcsolatban vagyunk, hogyan építkezünk tovább. Ki az, aki úgy érzi most, hogy készen áll egy életre szóló, elkötelezett párkapcsolatra? Kérem a kezeket feltenni. Magasabbra, hogy lássam. Nem vagytok túl sokan. Föltett a kezét Simon is. Ő még csak 2,5 éves. Nem voltatok túl sokan. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert én azt gondolom, hogy fontos, hogy ki tudjam mondani azt, hogy én ezen a területen dolgozom, a saját személyiségemet építem a Jóistennel, a barátaimmal, a társaimmal együtt, és szeretnék olyan emberré válni, aki képes egy életre szóló, elkötelezett párkapcsolatra. És nem akarom beérni ennél kevesebben. Nem akarok játszadozni, nem akarok kipróbálni, felpróbálni embereket, mint egy ruhát vagy cipőt, nem akarok sérüléseket okozni és sérüléseket elszenvedni, hanem egy érett, egészséges személyiségű emberi akarok válni. Na, személyesebb. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy készültem, hogy hányszor voltam én szerelmes. És felírtam egy pár nevet, ott vannak szívecskék. Az első szerelmemnek már a nevébe beleszerelmesedtem, Dalmának hívták, vagy hívják. És én most csak a plátói szerelmeimet írtam fel. Tehát ők azok a személyek, akikbe beleszerelmesedtem, és tudtam ábrándozni róluk sokat. Volt, akiben 2 vagy 3 éven keresztül voltam szerelmes, és volt olyan, akinek magamban még dalokat is szereztem, mindenfelé elábrándoztam velük kapcsolatban. Nem tudom, hogy tud-e ezzel valaki azonosulni. Szerintem nem csak lányok tudnak ábrándozni a fiúk is, és ez nem mindig egészséges. Én hiszem azt, hogy az igazi szépség felismerésére meg kell érni. És az igazi szépség, megint egy közhelyenek tűnő gondolatot mondok, az nem feltétlenül csak a külsőről szól. Egy igazi párkapcsolathoz szépé kell válni, nekem is. És megint nem pusztán csak kívülről. Szereztem tapasztalatokat a feleségemmel is. Azért tartom magam szerencsés embernek, mert egyrészt nagyon félszeg és szégyenlős fiú voltam, és nekem Boglárka a harmadik konkrét párkapcsolat az életemben.
Az az előtti kettőben én okoztam több sérülést lányoknak. De hozzá kell, hogy tegyem, hogy amikor Bólakával indult a kapcsolatunk, ugye mondtam már, hogy 22 és fél éves voltam, és nem voltam megérve, habár már a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán voltam első éves teológus hallgató. Tehát gondolhattam volna azt, hogy én már elég érett is, és elkötelezett ember vagyok. Most is emlékszem arra az első találkozásra, 2000. január 8-a volt, amikor a pécsi gyülekezetben Boglárka elhívott egy közös szolgálatra. Haléltalanoknak terveztünk megnyitani egy ilyen tea szolgálatot, egy ilyen szendvics osztogatós, tea készítős szolgálat volt. És Boglárka hívott, hogy járjuk körbe a város, és osztogassunk a haléltalanoknak meghívókat. És volt egy 5 órás sétánk, közben végig beszélgettünk tapasztalatainkról. Ez volt az első beszélgetés, és én 5 óra után szerelmes lettem. De most is emlékszem arra, hogy ülök a Szólán, még Herceghalmon, fönt az egyik nagy teremben, előttem vannak a könyveim, így nézem, és közben a betűk összemosódnak, és csak Boglárka arca van előttem. És már azt terveztem, hogy hova fogunk majd menni együtt kirándulni, meg milyen lesz a közös életünk. Egyszer beszélgettem vele 5 órát. És azért szeretnék erről is gondolkodni veletek, mert nem pusztán az álmodozásban látom a veszélyt, ez egy óriási veszélyforrás, hanem abban, hogy mi történik ezután. Hogyan tudja megbénítani ez az egészséges alapozást, és milyen következményei lesznek mindennek. Ez volt 2000 januárjában, és 2000. szeptember 10-én, nekem fontosak ezek a dátumok, fogta meg először a feleségem, akkor még ugye csak Boglárka volt, kezét. És eltelt ezután majdnem 4 év a házasságkötésig. Nem azért telt el 4 év, hát mert túl életlettem volna, hanem mert nagyon is életlen voltam. Én a feleségem kezét 3-szor kértem meg. És nem azért kértem meg 3-szor a kezét, mert annyira kellett volna küzdeni, és ő 2-szer is kikosarazott volna, hanem mert nem voltam megérve a kapcsolatra, és ő érettebb volt nálam. Ő általában igent mondott, én meg utána egy kicsit sasszéztem, hogy tényleg el tudok köteleződni? Tényleg akarom ezt egy életen át? Tényleg működni fog ez az életünkben? És nagyon sok fájdalmat okoztam neki ezzel. Ő elmondta nekem azt egy bibliai gondolattal, hogy a halogatott reménység beteggé teszi a szívet. És bizony sok betegség történt. De hozzá kell tennem azt is, hogy mind a ketten egy beteg családból érkeztünk, alkoholbeteg háttérből. És sokszor a sérült emberek megtalálják egymást. A sérülések vonzák egymást. És mind a kettőnek dolgozni kellett a saját személyiségén, hogy egy élet és elkötelezett vagy elkötelezettebb emberré válhassunk. És amikor 4 év után, vagy 3,5 év után azt mondtam, hogy Boglárka, leszel-e a feleségem, akkor tudtam azt, hogy utoljára fogom megkérdezni, és hogyha most visszatáncolok, akkor ez a kapcsolat, ez elbukott. És tudtam azt is, hogy én őt akarom szeretni. Meghoztam azt a döntést, hogy én számomra ő a legkedvesebb ember, és akkor már ismertem a hibáit is, nem egyet, nem kettőt. Az első fél év szárnyalás után jött a valóság, és visszatérnek az álmodozásra, mert a leginkább az volt a probléma, hogy én felraktam Boglárkát egy piedesztálra, kiszíneztem, és amikor így fél év után elkezdtem megismerni, és láttam a hibáit is már a rózsaszín ködön túl, akkor én nem Boglárkában csalódtam, hanem miben? A saját álomképemben. Nem tudott neki megfelelni. És én azt gondolom, hogy pont ezért fontos az, hogy hogyan kezdek el ismerkedni egy másik emberrel. Erről most nem fogok szólni, erről is lehet majd beszélgetni. Az időnk az halad sajnos. Egy ilyen helyzetben ki lehet játszani, playing the God card, így mondta az egyik angol videó, amit néztem, ki lehet játszani az Isten kártyát. Amikor a saját érzéseimet előrébb hozom, mint Isten gondolatát vagy vezetését. Nem tudom, ti már imádkoztatok-e így magatokban, hogy kérlek, vezess engem Istenem, de ugye ő az igazi. Tehát már megvan a másik, már szerelmes vagyok, és azért, hát azért meg kéne kérdezni Istent, hogy azért ő mit gondol erről. Egy ilyen helyzetben nem tudom, hogy hát ki hogyan találná magát, vagy ki volt már hasonló helyzetben. És ilyenkor, ha már szerelmes vagyok, és persze érdekel, hogy mit gondol Isten, de
de hát már a saját érzéseim előrébb járnak, ilyenkor nagyon könnyű félreértelmezni dolgokat. És ismerkedésnél persze lehet ezt mondani, amit én hallok is, hogy Isten azt mondta, hogy te leszel a felesége. És hát imádkozzunk együtt ezért. És amikor közösen járunk ifjúsági alkalmakra, közösen imádkozunk, ott sokszor nem a jó Isten az első, hanem a másik személy. Mert vele akarok imádkozni, vele akarok ifjúsági alkalomra menni, vele akarok misszióba menni. Kérdés, hogy Isten van elől, vagy a másik ember, akinek a közelsége olyan jó nekem. Aztán persze, amikor kihűl a kapcsolat, akkor megint be lehet dobni az Isten kártyát. Persze, akár pár héttel, hónappal később. Isten azt mondta, hogy nem vagyunk egymásnak való. És akkor jön a válasz mondjuk a lánytól, vagy a fiútól, de hát legutóbb mást mondtál. És erre megint lehet azt mondani, hogy te megkidőlezed, amit Isten mond. És persze ez viccesen hangzik, de nagyon szomorú és nagyon komoly sérüléseket lehet okozni ezzel. Mert ugye a felelősséget áttolom Istenre. Hát ő mondta, vagy ő nem mondta, ő akarja, vagy ő nem akarja, de hol vagyok én? Hol van az én személyiségem? Hol van az én döntésem? Hol van az én odaszánásom? És mennyire alapozom meg azt, amit párkapcsolatként szeretnék megélni az életemben? Oldásként hoztam egy történetet. Biztos többen olvastátok, én is a Facebookon találtam. Nagyon sokfajta idézet kering a Facebookon. Van egy-két olyan, amit gondoltam, hogy megosztok, aztán utána inkább félretettem, majd délután. Egy Miss Pretty néven bejelentkezett hölgy tette fel egy fórumon a következő megosztást. Megpróbálok nagyon őszinte lenni, ebben az évben betöltöm a 25. életévemet, szép vagyok, jó az ízlésem és kifinomult a stílusom. Szeretném megtalálni a férjemet, akinek éves jövedelme 500 000 dollár vagy annál több. Lehet, hogy kapcsinak találnak, de New Yorkban a középosztály éves jövedelme 1 millió dollár, tehát nincs nagy elvárásom. Mondja, vagy írja Mrs. Pretty, vagy Miss Pretty, még nem Mrs., csak Miss. Van ezen a fórumon esetleg olyan férfi, akinek éves fizetése 500 000 dollár, és még nem nős. Azt szeretném kérdezni, mit kell ahhoz tennem, hogy gazdag férjem legyen? Nem köntörfal az a hölgy. Egy olyanokkal rendezvúztam, akinek az éves jövedelme ugye 250 000 dollár volt. Ez az én eddigi rekordom. De hogy is lenne elég ez a fizetés, ha a magas költségű New York Garden lakónegyedben szeretnék lakni? Tehát konkrét elképzelések, konkrét kérdések. Szeretnék a következő kérdésekre is választ kapni. 1. Hol lógnak leggyakrabban a gazdag nőtlen férfiak? Szórakozóják, fitnesstermek, éttermek névsorát kérem. 2. Pontosan milyen korosztályt érdemes megcéloznom? 3. A gazdag férfiak feleségei miért csak átlagos nők? Ismerek olyan nőket, akik nem szépek és nem különlegesek, mégis gazdag férjük van. Ez egy jó kérdés. 4. Hogyan döntöd el, vagy dönthetem el, hogy ki lesz a feleséged, és ki csak a barátnőd? Én most határozottan férjet keresek. Írja Miss Pretty. Mondom, valószínűleg ez egy fikció, de a válasz az még fikcióként is tetszett nekem. A történet szerint J.P. Morgan vezérigazgatója, a nevét nem közölte, adott egy választ ennek a hölgynek a következő képen. Kedves Miss Pretty, nagy érdeklődéssel olvastam levelét, és tudom, hogy sok lány érdekelt az alábbi témában. Engedje meg, hogy kifejtsem válaszomat, mint szakmai befektető. Éves jövedelmem meghaladja a 500 000 dollárt, így senki sem gondolhatja, hogy csak az időmet vesztegetem. Üzleti szempontból feleségül vennem önt, egy nagyon rossz döntés lenne. Hadd magyarázzam el, miért. Az, amit ön szeretne, az a cseregazdálkodás jó példája. Szépség pénzért cserébe. Az egyik fél biztosítja a szépséget, a másik fél pedig fizet érte, nem is keveset. Csak hogy van egy buktató tényező, az ön szépsége mulandó. Én pedig nem adhatok pénzt, anélkül, hogy cserébe ne kapnék valamit. A jövedelem tehát évről évre növelhető, de az ön szépsége ezzel párhuzamosan elhalványul. A közgazdaságtanban ezt úgy nevezik, hogy a jövedelem a növekvő érték, ön pedig a csökkenő. Ha önnek csak a szépsége az egyetlen eszköze, akkor 10 évvel később értéktelenné válik. Lehet, hogy kegyetlen lesz, amit mondok, de önnel randizni számomra egy veszteséges kereskedelmi helyzet lehet. Ha valaminek az értéke csökken, az azonnal el kell adni. Nem szerencsés tehát hosszú távon megtartani. Ez a helyzet a házassággal, amit ön szeretne. Az túl hosszú időnek számít, hogy egy értéket folyamatosan veszítő dolgot megtartsak. Akinek az éves jövedelme több mint 500 000 dollár, az nem ostoba. Így maximum járnak önnel, de feleségül nem veszik. Így azt tudom ajánlani, hogy felejtse el ezt a célját. És ami még ettől is szebb, hogy önmaga is elérheti azt, hogy ennyi legyen az éves fizetése. Nagyobb esélye van erre, mint találni egy gazdag bolondot. Remélem, hogy ezzel segítettem. Üdvözlettel, az igazgató.
Szerintem egy frappánst választ adott, és hát gondolkodhatunk mi is rajta. Hogy mi az az érték, ami bennünk ott van, vagy bennünk ott lehet, vagy megszerezhetjük, és nem elmúlik, hanem kiteljesedik. Ez nyilván a jellemünk. Ez nyilván az a belső szépség, ami áttündököl. És ha valakit megszeretek, nem tudom, ti voltatok-e már így ezzel, hogy elsőre furcsa volt, vagy idegen, vagy akár nem is szép. Lehet ez egy barát, vagy lehet a társatok. És idővel az, ami furcsa volt, vagy idegen volt, az megszépült attól, hogy a másiknak a személyisége átsütött. A másiknak a belső szépsége, az tündökölt. És én arra vágyom, hogy nektek is ez legyen a célotok, olyan embert, olyan társat találni, akinek a belső szépsége az, ami titeket megfog. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz időt kell szánni a másikra, ahhoz meg kell ismerni. Ahhoz nem elég távolról szemlélni, távolról csodálni. Mit tanulhatunk a régiektől? Ez is szerepelt a meghívón. Én most csak egy pár gondolatot, egy pár impulzust szeretnék nektek adni. Legyen az első, az özönvíz előtti világ. Hány évet éltek ott meg az emberek? Özönvíz előtti világban. Akár 900 évet is, ugye? Hány évig volt valakinek egy férje vagy felesége? Akár 5-600 évig is, nem? Mondom, az 10-11 aranylagzit jelent, ha 50 évenként számolunk. Ha valaki megéri az 50-et itt a Földön, akkor megünnepeljük. Az nem semmi. Kivitel 50 évet a másik mellett, és még mindig szereted? Hát az nem semmi. Számoljatok 5-600 évvel. Elgondolkodható, nem? Vagy nézzük csak a pátriárkákat. Ábrám hogyan ragaszkodott a feleségéhez, Sárához? Milyen kihívások voltak az ő kapcsolatukban? Az sem egy rövid házasságkötés volt, de nem születhetett gyermekük. És volt egy hát kevésbé sikeres kör ugye a szolgáló lánnyal, akit Sára maga engedett be a kapcsolatukba, de Ábrám kitartott a felesége mellett, annak ellenére, hogy nem lehetett közös gyermekük. Ami nyilván nagyon nehéz kérdés volt, és kettőjük között sok feszültséget is szülhetett, de ő hűséges volt a társához. Vagy gondoljatok Izsákra, nem tudom, ki vállalna úgy feleséget magának, ahogy ő vállalt. Az apám elküldi a család leghűségesebb hívő szolgáját messze vidékre, és hoz nekem majd egy feleséget. És majd, ha megérkezik, én megelégszek vele, és leélek vele egy életet. Hát nem hiszem, hogy sokan lennénk így. De én most csak azt szeretném kihangosítani, és feltenni kérdésként, hogy melyikötöknek van olyan kapcsolata a szüleivel, hogy számára fontos az, hogy a szülője hogyan látja, vagy milyen tanácsokat tud neki adni párkapcsolati kérdésben. Kezeket magasra kérek tenni? Hú, de jó ezt látni. Örülök, hogy van ilyen is. De biztos vagyok abban, hogy Izsák nem azért fogadta el ezt, mert pusztán az apjában bízott ennyire, hanem volt egy mély hite Istenben. És abban is biztos vagyok, hogy komolyan imádkozott azért, hogyha majd Eliézer visszaérkezik, és ha hoz valakit, akkor az legyen, akit Isten küld. Hogy itt van Jákob. Ritán szoktuk példaként hozni, ugye a négy feleség, sok gyerek és sok konfliktus. De hogyan küzdött a párjáért? Hány évet szolgált érte? 14-et. 14 évig szolgált azért. 14 év volt kitartó abban, hogy ő nem mond le arról a szeretett szeméről, aki számára a legfontosabb. Vagy Józsefre is érdemes egy pár gondolatot vesztegetni. Nem nagyon tudjuk, hogy hívták a feleségét. Nem nagyon tudjuk, hogy élte a párkapcsolatát. De tudjuk, hogy hogyan alapozott a párkapcsolatra. És tudjuk, hogy mi volt az ő lépése vagy döntése akkor, amikor Potifár felesége azt mondta, hogy hát hájj velem. Mondhatta volna azt, hogy itt vagyok Egyiptomban, rengeteg szenvedésen mentem keresztül, sok megaláztatáson, valami kis öröm nekem is jár, nem én akarom, hanem a másik. Rengeteg érvet lehetne felsorakoztatni amellett, hogy miért adhatta volna be József a derekát. De emlékeztek a válaszára? Mit válaszolt Potifár feleségének? Két indoka volt. Az egyik Potifár, a másik? A másik Isten. És mivel ezek az emberek szilárd jellemű emberek voltak, és megalapozták azt,
hogy ők ilyenekké váljanak, és szerették a jó Istent. Akkor is, hogyha elkövettek kolosszális nagy hibákat. De tudták megbánni, visszamenni a mennyei atyukhoz, feltöltekezni, megerősödni, és mivel ebben ők tanultak, és az iskolába beiratkoztak újból és újból, ha kellett osztályt ismételve, képesek voltak arra is, hogy szeressenek embereket. Elkötelezetten szeressenek embereket. És én ezt szeretném erősíteni mindannyiunknál. Én három kérdést szeretnék, vagy három konkrét javaslatot szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a szeretete elmúlik, vagy megmarad. Ha valaki igazán szeret engem, legyen az barát, legyen az társ, legyen az testvér. Az tartósan képes szeretni engem. Nem hűl ki, nem múlik el. Nem kell attól félnem, vagy tartanom, hogy egyszer csak valaki más után néz. A nehezebb terület, ha valaki igazán szeret engem, az akkor is szeret, amikor nem vagyok rá méltó. Van egy régi kedves együttesem, LGT-nek hívják, van egy olyan számot, ami van egy olyan részlet, hogy ha a szerelmedet nem érdemlem, akkor nagyon kell, hogy szeress engem. Vagy amikor bosszantasz és fárasztasz, amikor pokrocul viselkedem veled, az nem azt jelenti, hogy akkor nincs szükségem a szeretetedre. És én azt gondolom, hogy a szeretet mélysége abban is meglátszódik sokszor, hogy akkor szeret a másik, amikor én szeretetben méltó vagyok, vagy akkor is tudsz szeretni, amikor épp nem vagyok képes egészségesen kommunikálni felé a szeretetet. Nekem nagyon sokat jelent, amikor Boglárka, annak ellenére, hogy viselkedem, mégis odajön és nyom egy puszit a homlokomra, vagy megsimogat, vagy ír nekem valami kis szeretetüzenetet, vagy elkészíti a reggelimet, vagy egyszerűen csak szeretettel vár annak ellenére, hogy nem azt érdemelni. A másik mennyi áldozatot hajlandó értem meghozni. Ez csak három kérdés, lehetne sokat feltenni még. Én ezekből szoktam érezni azt, hogy mennyire szeretek valakit, vagy hogy valaki mennyire szeret engem. A görög nyelvben három kifejezés van a szeretet szóra. A Bibliában ebből kettő található, meg az első nem. Ha mi azt mondjuk, hogy szeretek valamit, ugyanazt mondom a krumpli paprikásra, mint sokszor egy emberre, vagy egy konkrét dologra. Jó, használjuk még a szerelem szót. A görögben vannak árnyalatnyi különbségek. Ezt már biztos hallottátok több helyen, vagy többen is. Az erósz a nem is azt mondom, alacsonyabb rendű, a legegyszerűbb szeretet forma, ez a kívánság szeretet. Ha azt mondanám, hogy ma ebéd helyett somlói galuska lesz, nagy ibrikekben, gondolom nem sokan panaszkodnátok, mert, és többeknek beindult a nyelvválasztása erre a szóra, mert szeretjük a somlói galuskát a legtöbben. Ez a kívánság szeretet. Nincs ezzel semmi baj. Csak érdemes magasabb szintre lépni. A Biblia használja a filia szót, ami két ember közötti már kölcsönös szeretetet takar. Érzelmekkel átitatott, lelkesedő szeretetet. Benne van az, hogy szeretlek, mert szeretsz. De ezzel a szeretettel is van egy kis probléma, ez pedig az, hogy általában a szeretet tárgyától függ. Ha a szeretet tárgya méltatlan, vagy nem viselkedik jól, akkor ez ki tud hűlni. És van egy olyan fajta szeretet a Bibliában, ami nem függ a szeretet tárgyától. Erre mondja azt az ige, hogy ez az agapé. Ez az önzetlen, ez az önfeláldozó szeretet. És nem tudom, tudjátok-e, hogy Istent ezzel a szóval helyettesíti a Biblia több helyen. Például 1 János 4.8. Isten az agapé. Isten az a fajta szeretet, ami a legmagasabb rendű. És hogy miért mondom ezt, az nyilván a folytatásból ki fog derülni. Egy elsőre furcsának ható kérdés. Szerelmes-e Isten belénk? Szerintetek? Isten szeret minket, vagy Isten szerelmes belénk? Provokatív a kérdés, tudom. Én azt gondolom, hogy igen, de még mennyire? Több igével is alá tudom ezt támasztani. Most csak kettőt hoznék. Az egyik a keresség igén volt, Jeremiás könyvéből. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. A másik ige Sofóniás könyvéből. Itt nekem különösen tetszik a fordítás, Károly Gáspár fordítása. Az Úr a te Istened közötted van, erőső, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.
azt a megváltottak felé írja, a megváltottak felé Isten öröméről. Milyen lehet az, amikor az Isten hallgat szerelmében és énekléssel örvendez? Milyen lehet az, amikor Isten énekel? Nagyon szeretném meghallani és meghallgatni. És én azt gondolom, Isten nem csak arra vágyik, vagy nem csak azt szeretné, hogy kimutassa felénk a szerelmét, a szeretetét, hanem arra is vágyik, hogy mi viszont szeressük őt. Azzal a kizárólagos, azzal az elmélyült, azzal az egyedi szeretettel vagy szerelemmel, amit egy ember felé szoktunk gyakrabban érezni. És én azt is hiszem, hogy ha kapcsolatban vagyok ezzel az agapé szeretettel, az hatással lesz a kapcsolataimra is. Ma már más gondolok a szerelemről, mint gondoltam 15 éve, amikor megismertem a feleségemet, vagy közel 15 éve. Én hiszem azt, hogy a szerelmünk sokkal teljesebb. Nem feltétlenül úgy nyilatkozik meg, hogy ott van a gombóc a torkomban vagy a gyomromban, és csak rá gondolok, és már mindjárt szétfolyok. Mert sokan ezt gondolják szerelemnek. A mi szerelmünk az egy tartós, az egy időtálló dolog, sok vihart megélt, és annyi szállal kötöttük már össze egymást önmagunkkal, hogy ezt nem lehet fájdalom nélkül elszakítani, és nem is akarom. Én hálás vagyok azért a 4 évért, mert az elmúlt 15 évben egyszer nem kellett azt mondanom, hogy megbántam, ez rossz döntés volt. Bárcsak tovább kerestem volna, és megtaláltam volna az igazabb társamat. Nekem Boglák az igaz egyetlen társam, és én beérem vele. Sőt, hálás vagyok érte. És egészen máshogy látom most 15 évvel később. És ez a szeretet meg tud jelenni mások felé is. Képzeljétek el, Ambrus szokta néha igényelni azt, hogy együtt aludjunk. Általában a péntek esték azok az apa-fiú programok, és akkor kinyitjuk a kanapét a nappaliban, és együtt alszunk. És legutóbb, amikor így lefeküdtünk, és Ambrus a szememben nézett, és rám mosolygott, és én meg rá, akkor azt éreztem, hogy szerelmes vagyok a saját fiamba. És most már 2-be vagyok szerelmes. Soha nem gondolom, azt fogom mondani, hogy szerelmes vagyok egy fiúba. Na, megkérdeznénk a Fecót, vagy az Erdődi Petit, most olyanokat kérdezek, akiknek vannak fiaik, vagy lányaik, vagy Báhidi Tomit, vagy idősebb társaimat. Ki az, aki már érzett ilyet, hogy szerelmes vagyok a gyermekembe? Köszönöm. Ja, a Dávid is itt van, köszönöm szépen. Szóval én hiszem azt, hogy az a fajta szeretet, az az agapé szeretet, ami önfeláldozó, ami a legmélyebb szeretet, az ki tud teljesedni az életünkben. És hiszem azt is, hogy Isten szeretné, hogyha ezt megélnénk vele kapcsolatban, hogy viszont szerelmesek legyünk belé, hogy tudjon bennünket vezetni ebben a legfontosabb kérdésben, ami az egyik legfontosabb kérdés, ami a társválasztás, a párválasztás kérdése. Mert Isten arra vágyik, hogy olyan szeretett kapcsolatokat adjon nekünk, amiben tudunk kiteljesedni. És a vége felé haladva szeretném a 3 kérdést még egyszer feltenni. Az volt a kérdés, hogy mi múlik az, hogy valaki mennyire szeret egy másik személyt. Múlik, vagy megmarad a szeretete? Isten szeretete felém múlandó, vagy állandó? Már idéztem az igét, örökké való szeretettel szerettelek. El nem múló. Az Úrnak lángjai tűznek lángjai, nem lehet őket eloltani. Amit felénk érez, azt sem lehet eloltani. A másik kérdésem úgy szólt, hogy akkor is szerete, ha nem szépen viselkedem. Isten akkor is szeret, ha nem szépen viselkedem? Sokszor gondolom azt saját kutfőből, hogy nem. De engem Isten már nem szeret, mert nem vagyok rá méltó. De a Biblia azt mondja, idézem Pál apostolt, mikor még bűnösök voltunk, amikor még semmit nem tettünk, amikor még Isten ellenségei voltunk. Krisztus már meghalt értünk. A harmadik kérdés, mennyi áldozatot hoz értem az, aki szeret engem? Isten mennyit áldozott fel értem? Mindent feláldozott. Krisztus feláldozta önmagát. Amikor valaki az életét adja, nem tud többet adni. De ha nézzük Isten oldaláról, amikor egy szülő a saját gyermeke életét áldozza fel, ennél nem tudok mélyebb szeretetet elképzelni. Ha valaki azt mondaná, hogy meghalnék-e a fiaimért, azt mondanám, hogy igen. Ha valaki azt kérdezi, hogy szeretek-e másokat annyira, hogy hagynám, hogy a fiam meghaljon. Hát én nem vagyok erre képes. De Isten képes volt rá, hogy megmutassa, hogy mennyire szeret engem, és mennyire szeret téged. És ez a szeretet, ez a legmélyebb dolog az életben. És ha ezzel a szeretettel összekapcsolódom, akkor csodákat fogok megtapasztalni. Ez egy illusztráció
Ézsaiás könyvéből. Az Isten a markaiba metszett föl minket. Ott vagyunk. Így szeret minket. És egy érdekes képpel haladunk az árás felé. Vajon miért használja a Biblia azt a képet, hogy ő a vőlegény, és az ő népe a mennyasszony? Talán pont azért, mert szeretné azt bemutatni, hogy ez a szeretet vagy szerelem kapcsolat fontos számára. Hogy tudjuk ilyen kizárólagosan szeretni, ilyen kizárólagosan kötődni hozzá. És azért hozza a vőlegény mennyasszony képet, mert hiszem azt, hogy amikor valaki vőlegény meg mennyasszony, akkor érzi azt, hogy a legjobban szerelmes. És Isten szeretné ezt a képet a vele való kapcsolatunkra is kiterjeszteni, kiteljesíteni. És még egyszer mondom, én hiszem azt, hogy Isten vágyik arra, hogy mi is szerelmesek legyünk belé. Hogy mi is ragaszkodjunk hozzá, de el nem múló szerelemmel. Olyannal, ami tartós, olyan, ami állandó. És szerintem a kulcs a sorrendben van. Ha először akarom megtalálni a társamat, és utána megkérdezni, hogy Isten mit szól hozzá, és hogy Isten hogyan is akar jelenni a közös életünkbe, akkor sok buktató lesz még ott az életemben. Na, hogyha azt a kérdést teszem, hogy kicsoda nekem Isten, és milyen a vele való kapcsolatom, és a szeretet kapcsolata, az valóságos kapcsolata, akkor jó nyomon járok. Hogyan tudja a jó Isten megmutatni felém a szeretetét? Tudjátok, hogy Krisztus, amikor a Földön járt, akkor melyik személlyel élte meg a legszorosabban az összekapcsolódást? Ki az, aki legközelebb került Krisztushoz még a kereszthalála előtt? Kicsoda? János? Mária Magdolna. Mária Magdolnára gondolok én. Több szempontból is gondolok rá. Ő volt az egyedüli személy, aki leginkább megértette, hogy Jézus mire is készül, milyen áldozatot fog vállalni. Ő volt az, aki előre megkente az ő testét a temetésre, ahogy Jézus fogalmazott. És ő volt az, akinek Jézus a legtöbbet tudott elengedni már földi életében. És amikor ott Simon farizeus házában van az a bizonyos jelenet, majd keresétek ki Lukács evangéliumából, elhangzott a következő mondat. Neki már, mint Mária Magdolnának, mondja róla Jézus Simonnak, sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Isten vágyik arra, hogy összekapcsolódjunk vele, vágyik arra, hogy minél több dolgot tudja megtisztítani a szívünket, minél több dolgot tudjon bennünk elvégezni, és minél valóságosabb kapcsolatban vagyunk vele, szeretett kapcsolatban, annál jobban fogunk kötődni hozzá, annál jobban szeretjük. És én hiszem azt, hogy arra vágyik most is Krisztus, hogy adjátok neki oda mindazt, ami titeket lehúz, ami titeket frusztrál, ami bennetek szorongást, feszültséget okoz, amitől nem tudtok megszabadulni, mert minél több dolgot tudtok a kezébe tenni, minél több dolgot tud elvenni, annál mélyebb lesz a hálátok a szeretetetek felé, annál egyértelműbb és annál konkrétabb és tisztább lesz az út számotokra. És én kívánom, hogy ez a mai nap lehessen ebben segítség mindannyiunknak, nektek is, nekem is. Tudjuk összehordani azt, amink van, és tudjunk ebben fejlődni, ebben haladni. Köszönöm szépen a figyelmeteket.